jót kívánok! Mindenkinek van hibája, nekem is. Nagyon szeretem a tonhal konzervet. Egyébként meg nagyon praktikus is, mert pillanatok alatt megoldja egy vacsora gondját, ha éppen nincs otthon semmi. Az igazság az, hogy most egy olyan ételt készítek, aminek a tonhal van a tetején, de igazándiból a rizs számít. A rizs, ahol egy kis póréhagyma, egy kis tejföl, barna rizs, mellé egy kis sült zöldség. Nézzék csak! Először a rizskását készítem el. Hát, ha már így félbevágtam, ugye tudják, azért van így félbevágva, mert akkor lehet közé nyúlni, és úgy nem lesz homokos. Na, szépen ezt föl is vágom. Vágok hozzá egy kicsi fokhagymát is. Ez megy a serpenyőbe, és meg fogom pirítani. Adok hozzá olívaolaja, és miután azt szeretném, hogy ez jól megpuhuljon, előre sózom meg. A barna rizsből készült kásának kell egy kis zöldség is, úgyhogy cukkinit vágok. És a paradicsomot csak így félbe. Persze ez ilyen kicsi paradicsom, fürtös paradicsom. Ha koktél paradicsom lenne, akkor lehetne egészben hagyni. Azt hiszem, irány a tűzhely. A póréhagymán van egy kis olívaolaj, hogy most jön hozzá vagy. Só volt rajta, kicsit megpirítom. Megszórom egy kevés borssal. És rányomom egy fél citromlevét is. Elkészült ez a klassz hagyma. Hozzáöntöm a rizst. Ki hogy szereti, tejfölt vagy joghurtot kevernék hozzá. Én tejföllel szeretem. Szépen elkeverem. És kész is van ez a finom citromos rizs. A hagymától benne van egy kis édesség, a citromtól egy kis savanyúság, a tejföltől vagy a joghurtól egy kis krémesség. Hát ez egy ilyen különleges rizskása. Egy kevés olaj, és már megy is bele a cukkini. Ehhez is hozzászórok egy kis fokhagymát. Most megy hozzá a paradicsom. A paradicsomnak nem kell megsülni, csak átmelegedni. Nézzék, milyen gyönyörűséges, el is készült, már csak egy kis só és néhány csepp citrom. Na, kitálalom. Megy bele szépen a közepébe ez a rizskása. A cukkini a paradicsommal. Ez egy kis konzerv tonhal, nagyon szeretem, nagyon ritkán szoktam itt halat csinálni, de ez most. Ez egy könnyű vacsora. Az olajos tonhalat a citrommal összekevertem, és így a közepére teszem. Ennyi az elész. Van itt nekem egy kis lemmag, megszonom, megszórom, ett egy picit szebb. Ennyi az egész. Jó étvágyat! Ez egy villámgyors vacsora, risottószerű, de nem mondhatjuk, hogy risotto, mert nem az. Egy finom rizs, tejföllel, póréhagymával, rajta tonhal, gyakorlatilag 20 perc alatt kész van. Ajánlom önöknek. És azt is ajánlom, hogy iratkozzanak fel a Zsebszakáccsal, ami az én YouTube csatornám, kövessenek az Instagramon, és minden hétvégén a Facebookon új filmem jelenik meg. Viszontlátásra! Egyenek mindig jót, élvezzék az ízeket!